estét kívánok! Önök a csütörtöki hajrát látják, tartsanak ma is sportmagazinunkkal. Örökrangadóra készül a DVSC. A Loki az ősi rivális Ferencváros ellen lép pályára a hétvégén idegenben. A lista vezető ellen az örök mérleg 26 debreceni és 40 ferencvárosi siker. Ezen szeretnének kozmetikázni a debreceniek szombat este a Grupama Arénában. Jó hangulat és verőfényes napsütés jellemezte a DVSC mai edzését. A játékosok felszabadultsága érthető, hiszen egy hosszú negatív sorozatot zártak le azzal, hogy a hétvégén hátrányból fordítva verték meg a Kisvárdát. Ez mindig pluszt ad, hogyha megnyersz egy mérkőzést, főleg 3 góllal fordítottunk természetesen. Ez egy plusz löketet ad, remélem ez lesz hétvégére. A pozitív hozzáállásra nagy szükség van, hiszen most hétvégén talán az eddigi legkeményebb erőpróba vár az együttesre. Tőzsérék a listavezető Ferencváros otthonába látogatnak. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez a Rebrov-féle Fradi inkább közel áll a Ferencvároshoz, tehát ez az, amit talán a Fradi képvisel. Igazából abszolút célfutballt játszanak, felgyorsították a játékukat, még talán agresszívebb lett a csapat, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó és masszív Fradival fogunk találkozni, ebben biztos vagyok. A zöldfehérek jelenleg magabiztosan 23 ponttal vezetik az OTP Bankligát, előnyük 8 pont a második helyen álló Honvéd előtt és 10 a Lokival szemben. Az idei szezonban még veretlenek, a 9 meccsből 7-et megnyertek, 2-szer pedig döntetlent játszottak. Szerintem nagyon kényelmetlen ellenfél lesz, de oda kell tennünk magunkat, fel kell szívjuk magunkat, és el kell szerintem törlenünk egy kicsit a játékokat, aztán kontrákból lehet építkeznünk. A Fradi Loki örökrangadót 91. alkalommal rendezik meg. A mérleg 26 debreceni siker, 24 döntetlen és 40 vereség. Aktuális formától és bajnoki helyezéstől függetlenül a találkozó mindig kiemelt fontossággal bír a csapatok számára. Nyilván azért ez egy felfokozottabb mérkőzés lesz, de részünkről semmi nem változik. Mi szeretnénk egy nagyon jó és hasznos meccset játszani a mi csapatunk szempontjából. Nyilván győzni megyünk az Üllői útra, mindennel fogunk követni, hogy jól jön ki ebből a mérkőzésből. Éppen ezért nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is 100%-os állapotban kell majd pályára lépni a hétvégén. Bárhol játszunk, mindig hozzá kell tenni azt a lelki töltetet, ami adja az önbizalmat, a tartást a csapatnak, és ezen a mérkőzésen döntő lesz, hogy először is ugye merjünk játszani, legyünk magabiztosak, illetve azután jön majd az, hogy megvalósítsuk azokat az elképzeléseket, amiket szeretnénk. Jó hír, hogy Bényei Balázs és Ezékiel Kálvente is felépült, és a héten már teljes értékű munkát végeznek a csapattal. A találkozó szombaton este 19:30-tól játsszák a Grupama Arénában. 6-1-re nyert a Deac Brassóban 2 héttel ezelőtt. Pénteken a romániai csapat látogat a debreceni jégcsarnokba. Az újonc Deac a bajnokság 5-dénél a 3. helyen áll az Erste Ligában, ami nagyban köszönhető a bajnokságot több kategóriában is vezető kapusnak, Hetényi Zoltánnak. Németh Attila szerezte a Deac első gólját Brassóban a két csapat szeptemberi mérkőzésén. A második harmadban további 3 gólt szereztek a debreceniek, sőt az utolsó játékrészben már 6-0-ra is vezettek. Végül 6-1-es győzelemmel szerezte meg a 3 pontot David Musial csapata. Jól játszottunk azon a meccsen, de ez most új mérkőzés. Ha a saját játékunkat játsszuk agresszíven és mindenki a legjobbját nyújtja, akkor szerintem jó eredményt érhetünk el, de a Brassó nem rossz csapat, nyilatkozta televíziunknak David Musial. Azon a meccsen közel állt a hibátlan teljesítményhez Hetényi Zoltán. A Deac kapusa az utolsó harmad közepén kapott gólt, így elúszott a shutout lehetősége. Eddigi 7 meccsén minden alkalommal zörgött a hálója, de a ligában övé a legtöbb védés és holtversenyben a legjobb védési hatékonyság is. Természetesen az embernek jól esik a dicséret, ez csak tovább mélyíti az emberbe a plusz munkát és a jó teljesítményt, mert ugye minden meccsen jól kell játszani, azért ez egy jó liga, bárki bárkit megverhet. A 11 csapat kapusai közül magasan Hetényinek kellett a legtöbb lövéssel szembenéznie. A Deac több mint 37 lövést enged kapura meccsenként. Hát így legalább az ember kiveszi a munka részét a mérkőzésben, nekem ezzel nincs problémám. Úgyhogy, hogyha sok lövéses meccsen nyerünk, az is jó, ha kevés lövéses meccsen nyerünk, az is jó. Úgyhogy igazából mindegy, a jégkorongot szeretjük, jó ez a sport, úgyhogy... Hogyha így lesz tovább, én állok elébe.
Hetényi mellett a liga másik leghatékonyabb kapusa a brassói Patrick Polc. A Deac elleni meccsen viszont cseréje Tőke Zoltán védett, így ezúttal nehezebb dolga lehet az aranyfekete mezeseknek. Támadásban a Deac erőssége a kiegyensúlyozottság. 11 játékosnak is van már legalább 5 pontja az eddigi 8 meccsen. Nem csak 3, hanem 4 sorunk van és 2 kapusunk. Együtt vagyunk egy csapat. Van, aki többet játszik, és lehet, hogy van, aki csak egy cserére megy be, de mindenki győz, vagy éppen mindenki veszít. Egy adott meccsen belül bárkinek lehet jó, vagy éppen rossz napja, úgyhogy szükség van mindenkire, mondta a Deac vezetőedzője. Hogy mire megy a Deac a Brassó ellen, kiderül pénteken este 6 órától, vasárnap pedig már a Dunaújváros vendégeként lépnek jégre Hetényiék. Vadi új sportműsorral jelentkezik jövő hét csütörtökön a Hajrá. A Próbajáték című műsorban két kollégánk, Somorjai Somai és Horváth Zoltán járják végig a város profi és amatőr sportegyesületeit. A két fiatal sportriporter a szakmai munkán túl betekint a kulisszák mögé, és ki is próbálják magukat az adott sportágakban. Elsőre akár divat bemutatónak is tűnhet, a látszat azonban ne tévesszen meg senkit. Kollégáink Somorjai Soma és Horváth Zoltán a Hajrá Sport magazin legújabb műsorának főcímét veszik fel a Média Centrum Debrecen stúdiójában. A két hetente jelentkező Próbajáték című műsor egy egészen új stílusban mutatja be a debreceni sportéletet. Mióta Média Centrum vagyunk, folyamatosan azon dolgozunk, hogy frissítsünk a műsor struktúrán, az arculaton, igyekezzünk felnőni a modern televíziózás elvárásaihoz. Mindig keresünk új műsorötleteket, és ez most tipikusan egy olyan műsor lehet szerintem, ami a mai embert is érdekelheti, egy modern, mégis laza és érdekes sporttémájú műsor. A műsorban a két sportriporter felkeresi a debreceni profi és amatőr egyesületeket, ahol ők maguk is beállnak a sportolók közé egy-egy edzés erejéig. Az első állomás a DVSC labdarúgó csapata volt, ahol Herceg András vezetésével egy kiadós tréningen vettek részt a fiúk. Az elsődleges célja az lenne szerintem, hogy bemutassuk itt a nézőknek, hogy a debreceni sportcsapatok, sportegyesületek hogy is dolgoznak, milyen edzésmódszerrel, picit a kulisszák mögé betekintve, ezáltal is ugye még érdekesebbé, még közelebbé hozva akár a lokit, akár a kosarasokat, akár a vízilabdásokat a nézőhöz. A műsornak ráadásul komoly tétje van. A riporter kollégák minden adás végén ügyességi játékokban mérik össze tudásokat az adott sportágon belül. Érdekes lehet, hogy a profi sportcsapatok hol tartanak, és picit talán belevihetjük a személyiségünket, hogy mi mennyire vagyunk lemaradva egy-egy sportágban, úgyhogy a humor is megjelenhet, hiszen azért fogunk bénázni, meg talán azért picit szórakoztató is tud lenni az, hogy egymással versengünk, és az egész műsornak a jellege egy ilyen kettős céllal működik. Az, hogy Zoli és Soma hogyan szerepeltek a Ferencváros ellen pályára lépő DVSC edzésén, jövő hét csütörtökön kiderül a Hajrában. A hétvégén elrajtol a férfi első osztályú vízilabda és röplabda bajnokság. A DVS az első fordulóban a Tatabánya vendégeként ugrik medencébe a B csoportban. A pólósokon kívül a debreceni labdarúgók, a kosarasok is idegenben szerepelnek. A jégkorongosok ezúttal is két mérkőzést játszanak 3 nap alatt. Pénteken Debrecenben, vasárnap pedig Dunaújvárosban lépnek jégre. Hétvégi ajánlónk következik a legfontosabb sporteseményekkel. Több első osztályú debreceni csapatért izgulhatunk október első hétvégéjén. Pénteken a Kecskemét otthonában lép pályára a Deac kosárlabda csapata. A KTE vereséggel kezdte a bajnokságot, a debreceniek viszont bravúr győzelmet arattak a Körmend ellen. A találkozót este 6 órától rendezik a Messzi István sportcsarnokban. A Deac jégkorong csapatáért nem kell ilyen messzire utazni. David Musial együttese a Brassót fogadja hazai jégen. A harmadik és az ötödik csatáját este 6 órától láthatják az érdeklődők a debreceni jégcsarnokban. Az együttesre vasárnap egy újabb rangadó vár. Délután 5 órától a jelenleg a negyedik helyen álló Dunaújvárosi Acélbikák otthonában lépnek jégre. A Tatabánya vendégeként kezdi meg a bajnoki szereplést a DVS-e vízilabda csapata. Az alaposan átalakult együttes idén is szeretne bekerülni a legjobb 8 közé. A mérkőzés délután 4 órakor kezdődik. A szezon talán legnehezebb mérkőzése vár a Lokira. A 6. DVSC a listavezető Ferencváros otthonába látogat. A Fradi Loki örökrangadót este 7:30-tól játsszák a Grupa Arénában. Vasárnap pedig a Deac férfi röplabdázói is bemutatkoznak. A B csoport első fordulójában a debreceniek a sportág egyik fellegvárának számító Kaposvár otthonába látogatnak. A találkozó délután 4 órától játsszák a városi sportcsarnokban.
Minden fontos sporteseményről beszámolunk hétfőn, akkor jelentkezik újra a Hajrá. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!